A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és az önkormányzat közösen egy Európai Uniós támogatású ÁROP pályázaton vesz részt, aminek a célja, hogy az önkormányzat és a szociális ellátásban közreműködő szervezetek együttműködését erősítse. Az a célja, hogy felmérjük a városban azokat a szociálisan rászoruló személyeket, akik vagy nem jutnak el hozzánk, illetve nincsenek információ arról, hogy a városban milyen szociális segítségnyújtások lehetségesek. Ebben hozzátartozik az, hogy a közfeladatokat ellátó, illetve a szolgáltat, közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatosan is egy együttműködési megállapodást hoznánk létre. Ez a partnerségi hálózat lenne, ami keretén belül felmérnénk azokat szintén, azokat a személyeket, illetve tájékoztatnánk őket egyrészt az önkormányzat részéről, másrészt pedig a szolgáltatók részéről, hogy milyen lehetőségeik vannak abban az esetben, hogyha esetleg késedelemben esnek, vagy pedig adósságaikat nem tudják rendezni. Az együttműködést több ponton szeretnék erősíteni. Fórumokat hozunk létre, ahol a megbeszéléseket meg tudjuk tartani, ahol mindenki elmondhatja az aktuális témához tartozó észrevételeit. Ez reméljük, hogy meghallgatásra kerül, és különböző kérdésekben közös döntéseket tudunk hozni, ami a tatai, illetve bizonyos kérdésekben a kistérségi lakosok életét fogja érinteni. A Máltai Szeretett Szolgálat fő feladata ebben a projektben az, hogy a szociális kérdésekre együtt hozzunk válaszokat. Ennek érdekében egy szociális térképet készítünk el a városról. Ehhez készül egy kérdőív, és a lakosságot fogjuk, háztartásokat fogunk megkérdezni a következő hónapokban. Elsősorban arra irányul ez, hogy milyen szociális problémákkal küzdenek a tatai lakosok. Megpróbálunk azokra a háztartásokra fókuszálni, akik nincsenek bent jelen pillanatban még a rendszerben. Olyan problémákat próbálunk meg kideríteni, ami talán mondható így, hogy lappangó problémánk, és ezekre milyen közös választ tudunk adni az önkormányzattal, illetve más civil szervezetekkel együtt. A felmérést a nyári hónapokban tudják elkészíteni. A Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai és önkéntesei felkeresik majd a háztartások jelentős részét, amihez a lakosság együttműködését és türelmét kérik. A kérdőívet a kiértékelés után várhatóan a szeptemberi civil héten mutatják majd be.